Csikósok vezették fel a szüreti felvonulókat Bogyiszlón. A helyiek ilyenkor örömmel bújnak népviseleti ruhába. Idén a bíróné szerepét Szente Alexandra kapta. Ő azt mondja, számos feladatot lát el, hiszen többek között a felvonulókat kell vendégül látnia. A ház körüli teendők, segítség, sütemény, tányírozás, meg felöltözni. Mára már csak az jutott. A rendezvényt rendszerint két évente, szeptember első szombatján rendezi meg a település fogatókkal, zenekarokkal. Tóth István polgármester elmondása szerint a bogyiszlói családokra mindig is jellemző volt a szőlőművelés. Igazából alföldi település vagyunk, amit a Dunaszabályozás tett át a Dunántúra, de mégis minden valamire való bogyiszlói gazdának volt szőlője. Tehát az, hogy itt mi születi napot, felvonulást tartunk, ez egy ősi tradíció. Izmény népe több mint 400 lakó, mindegyikük kedves, dolgos, jóra való. Izményben is hosszú évekre visszanyúló hagyomány a szüreti felvonulás. Az eseményre a környező települések énekkarai és tánccsoportjai is meghívást kaptak. Sajtos tallér. Köszönöm. Kelemen Ferenc polgármester azt mondja, az elmúlt időszakban már több programot is el kellett halasztaniuk, így nagy szükség volt már egy közösségi eseményre. Lovasok, hintósok, és akkor végigmegyünk a falun, több helyen megállunk, és a megállóknál a kisbíró a szövegét szépen el fogja mondani, majd a táncosok, énekesek táncolnak, énekelnek, és akkor az ott várakozó emberek, akik várják a felvonulókat, azok végig megkínálják a felvonulókat süteménnyel. A felvonulást követően szüreti vacsorával, majd bállal zárták az ünnepet.